Tegnap délelőtt a Cenglidi Régészeti Raktárbázison indult a Kossuth Művelődési Központ régésztáborában résztvevő gyerekek napja. Itt Patai Róbert régész mutatta be a Cenglid és környéki leleteket. Például olyan korszakok tárgyi emlékeit, amikor még nem volt történetírás, nincsenek írásos emlékek. Vagyis azt, hogy milyen házban laktak az emberek, milyen állatokat tenyésztettek, milyen növényeket termesztettek, mit ettek, mit ittak, mit viseltek. Csak is a régészeknek és persze a leleteknek köszönhetően tudhatjuk. Egy-egy ilyen agyagedény számos dolgot mesél el arról, tehát hogyan is teltek a napok mondjuk 7000 évvel ezelőtt. Az edények nem csak praktikusak és hasznosak voltak, számos fontos szimbólumot is megőriztek. Erről is beszélt a gyerekeknek Patai Róbert. Majd a délután már az alaptáborban, a művelődési központban telt. Most ezt fogjuk megnézni mi is, hogy hogyan készítették el ezeket a kerámiákat. Legyen az kicsi vagy nagy. Nem csak érdekes a tábor, hanem fontos is, hiszen a gyerekek az ezen a héten megismert leleteknek köszönhetően megtudhatják, milyen népek éltek itt előttünk. Ezért is volt a tábornak a fő tematikája így, kifejezetten a sztyeppéről érkező népeknek a bemutatása, és ez szerintem nagyon jól sikerült. A gyerekek meglepő módon már a második nap olyan szinten tudták a sort, hogy öröm volt hallgatni őket, hogy milyen módon éltek a szkíták, szarmaták, vagy éppen a kunok, akik egyébként Cegléd és környékén igen nagy számban voltak jelen. Így szerintem ez az, ami igazán a szakmához közel tereli őket. Cegléden és környékén egyébként igazán nincs hiány leletekben, számos nép élt ezen a területen, számos és fontos nyomot hagyva az utókornak. Igazából minket megelőzően 7000 évvel ezelőttig, tehát Krisztus előtt 5500-ig biztosan mondható, hogy itt volt élet, nem is kevés. És különböző időszakokban más-más színvonalon, de mindig volt élet Cegléd és környékén. Ez köszönhető annak, hogy egy általánosan vízben gazdag terület volt, ami kiváló volt az állattenyésztés számára, és a mezőgazdaság úgy szintén igen jól működött a történelem különböző időszakaiban is. Lázár Levente elmondta, számára különösen fontos ennek a szép hivatásnak a népszerűsítése, de gyermekeknek szóló táborban most van először ő is. Neki is új volt tehát ez a program, és a gyerekek is érdeklődve várták, mi is fog itt történni. Kíváncsi voltam a régésztáborra, ugyan meg ez az első régésztábor. Mit tudsz a régészetről? Mit csinálnak a régészek? Nagyjából. Hát így keresnek így dolgokat, fölkutatnak. Hogyha te mondj, egy régész lennél, akkor mi lenne a legesegizgibb, amit megkeresnél, vagy meg akarnál találni a földben? Hát ugye ilyen kincseket, meg ilyen ilyesmi aranyokat, meg ilyeneket. Itt a Levi, ő egy régész is. Annyira jó, mert tudunk csinálni nagyon sok mindent. Megmutatta az ásatásait. A gyerekek egyébként nem csak agyagedényeket, tarisznyákat is készítettek. Ruszláné ilyen lett. Ebbe pont elfér a kis sakkészlete, mondta. Első alkalommal hirdetett tehát ilyen tematikájú tábort a művelődési központ. Azért lett régész tábor, mert hogy a gyerekek így mindig érdeklődnek az olyan dolgok iránt, ami kicsit így a múlthoz kapcsolódik, vagy valami izgalmas, valami titokzatos, és gondoltuk, hogy akkor így ezt az időszakot, ezt a régi korszakot fogjuk egy kicsit így körüljárni. Minden táborunknak nyilván az a célja, hogy minél több élményt szerezzenek a gyerekek, és hát próbáltuk úgy összeszervezni a heti programot is, hogy ebben ne legyen hiány. És nem is volt, hiszen jártak Törtelen is, meglátogatták a Cakóhalmot, ahol annak idején megtalálták az eddigi legnagyobb bronzból készült hunüstöt. Ennek hiteles mását meg is nézték a gyerekek a Törteli Dériné Művelődési Központ és Könyvtárban. Az élmények pedig minden nap csak gyűltek és gyűlnek egészen addig, míg pénteken egy igazi ásatásig is eljutnak. Az azonban, hogy pontosan hol és pontosan mit fognak majd találni a gyerekek, még titok.